Köszöntöm az online sajtótájékoztató követőit, melynek témája az Európai Uniós támogatások haladéktalan elindítása. Öntsünk tiszta vizet a pohárba. Az elmúlt napokban, az elmúlt időszakban megbeszéléseket folytattunk az Európai Unió biztosaival, így a kohéziós politikáért felelős Eliza Ferrejával és Nikola Schmidt szociális ügyekért felelős biztosokkal is. Világosan a tudtunkra adták, hogy az Európai Unió szeretné, ha minél hamarabb rendezhetné a vitás kérdéseket Magyarországgal. De amíg ez megtörténik, addig sem kell állnia az uniós programoknak. Az eljárások ugyanis nagyon tudatosan úgy lettek kialakítva, hogy a végső kedvezményezettek, vagyis a magyar vállalkozások, önkormányzatok, vagy éppen a pedagógusok ne kerüljenek a vitás helyzet miatt hátrányba. A szabályok szerint onnantól fogva, hogy az egyes szakpolitikai programok, vagy más néven operatív programok elfogadásra kerültek, megszületett a megállapodás, minden pályázatot ki lehet írni, és minden támogatást el lehet indítani. A korlátozás csupán abban van, hogy az amúgy is utófinanszírozott programok számláit csak akkor lehet benyújtani, ha megszületett a vitatott jogállami és korrupciós kérdésekben kapcsolatos ügyekben is a megállapodás. Mivel ezekben a szakpolitikai programokban már megszülettek a megállapodások, a magyar kormányt semmi nem akadályozza meg abban, hogy megkezdje az operatív programok végrehajtását. Ezért a Magyar Szocialista Párt arra szólítja fel a magyar kormányt, hogy haladéktalanul kezdje el az önkormányzati beruházások, a magyar vállalkozások és civilek fejlődésére szánt uniós programokat. Emellett Tenjenek meg mindent annak érdekében, hogy minél hamarabb le tudják zárni a vitás kérdéseket, hogy a későbbiekben a számlákat is az Európai Unió ki tudja fizetni. Nem utogassanak Brüsszelre, mert csak rajtuk múlik, hogy mikor kezdik írni a pályázatokat. Ebben senki és semmi nem akadályozza meg őket. Egyúttal fejezzék be a magyar közvélemény félrevezetését. Senki máson nem múlik. Hogy a magyar emberek mikor jutnak hozzá ezekhez a forrásokhoz. Haladaiktalanul kezdjék el továbbá a pedagógusok bérének is a rendezését. Hiszen a megállapodások alapján a szociális alapban félre van téve a nekik szánt pénz. Ha valóban úgy érzik, hogy képesek a vitás kérdéseket rendezni, akkor nincs semmi kockázatuk, hiszen amint ez megtörténik, az Európai Unió a megelőlegezett forrásokat ki fogja fizetni. A pedagógusok esetében tisztán kell látnunk a helyzetet. A magyar kormány szerződésben vállalta, hogy a béremelés forrásának biztosításának alapfeltételeül vállalja, hogy jelentősen javít a pedagógusok munkafeltételein. A státusz törvény viszont egyértelműen ezzel a vállalással homlok egyenest ellentétes irányú döntés. Pontosan tudják, hogy ezzel megszegik a saját maguk által vállalt és aláírt megállapodást, ami ahhoz vezet, hogy ilyen körülmények között nem kaphatja meg Magyarország a béremelésre szánt pénzeket. Ezért arra szólítjuk fel őket, hogy tartsák be saját vállalásaikat vonják vissza a státusztörvényt, hajtsák végre azokat az intézkedéseket, melyek a pedagógusok helyzetét javítják, és melyekre maguk vállaltak kötelezettséget. Ha ezt holnap megteszik, holnap után kezdhetik is kifizetni a megemelt béreket. Tegyék ezt, mert ez Magyarország érdeke. Nem is létezhet éppeszi magyarázat arra, amit most éppen csinálnak. A kicsinyes bosszú, és az Európai Unió ellenes hangulatkeltés nem írhatja felül a magyar emberek érdekeit. Kezdjék el holnap kifizetni a béreket, és tartsák be a megállapodásokat, hiszen ez mindannyiunk érdeke. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.